Koriander levél az mostanában került az üzletekbe. Ez inkább a távol-kelet és a közel-keletnek a fűszer növénye. A közel-keleten a petrezselyemmel egyformán használják. Sokszor meg se különböztetik, hogy ez melyik. Elég más az íze, ez vagy szerelem, vagy gyűlölet, valaki vagy szereti, vagy nagyon nem. De ha tudnánk, hogy mi mindenre jó, akkor azért érdemes elfogyasztani. Az egyik legérdekesebb tulajdonsága az a nehéz fémmel távolító hatása. A petrezselyemmel együtt, ha készítünk belőle egy turmixot, és azt egy 3-4 napon keresztül fogyasztjuk, az olmot, a kadmiumot, a higanyt ki tudja vezetni a szervezetből. Ételmérgezés esetén is egy gyors hatású szer a koriander levéltea. Elpusztítja a kórokozókat, ezáltal hamarabb átmegy rajtunk a betegség. A bőr problémákra is használhatjuk a korianderlevelet is. Ha leégett a bőrünk, akkor egy kis kókuszsírba leturmixolunk, vagy összedaraboljuk a korianderlevelet, pakolást készítünk belőle, vagy korianderlevél olajat csöpögtetünk, megint csak vagy kókuszolajba, olívaolajba megnyugtatja a bőrt, vagy akár joghurtba is keverhetjük, az is az még pluszban nyugtatja a bőrt. De ez nem csak az égett bőrre, hanem ugyanúgy a pikkelysömörre, a csalánkiütésre, minden bőrbetegségre igaz.